Itt vagyunk újra, csak 4 évet kellett várni. Köszöntöm Önöket, ez a János Somorja Televízió élő választási műsora. Ma is az eredményekkel és az utca embere véleményével várjuk Önöket. Történelmi ez az adás, hiszen nem csak, hogy ismét élő választási műsor, de HD minőségben most először kísérhetik végig adásunkat. Köszöntöm itt a stúdióban első vendégemet, Lóránt Istvánt, jogászt, János Somorja korábbi jegyzőjét. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Nagyon szívesen, szervusz Tamás, én is köszöntelek téged, illetve a nézőket is. Arra kértelek téged, hogy itt az első percekben segíts nekem eligazodni a jogi csűrcsavarok között, és segíts végig kísérni azt, hogy mivel is foglalkozunk itt mi a mai este folyamán. Úgyhogy nézzük is most végig azt, hogy mi mindenre szavazhattunk most, mi minden eredményt várhatnak tőlünk a nézők a mai estén. Szavazhattunk ugye polgármester jelöltekre, itt 5 jelöltet láttunk a listán, ebből az 5 jelöltből kellett eldöntenünk, hogy kit is találunk alkalmasnak. Venesz József Károly függetlenként, ő volt az első jelölt, Lőrinc György, a második jelölt, itt ugye a sorsolás szerinti sorrendben láthatják a táblázatokat a nézők, Bella Zsolt János, a harmadik, Göncz Ferenc, a negyedik, és Molnár Gábor, az 5. jelölt. De a polgármester jelöltek mellett képviselőkre is szavazhattunk. Az eddigi évekkel ellentétben most 19 jelöltünk volt. Ez tekinthető egy kicsit kevésnek is, hiszen az előző 2 választás alkalmával 24, illetve 26, 26 ha jól tudom. Szikszai Lajos, Nagy Katalin, Venesz József Károly, aki 3 listán is megmérette magát ma, Németh László, dr. Kurunci Károly Tibor, leköszönő polgármester, aki képviselőként indult, Bajsai Sándor, Nemes Csaba, Luka János, Molnár Zoltánné dr. Mihály Zsuzsanna, Winkler László, Bella Zsolt János, Máró Antal, Nikházi Árpád, Bogyai Zsolt, Lipovics Máté, Prácser Krisztián, Molnár Gábor, Molnár Tamás János és Mátyás Imre. De most pedig kapom az információt kollégáimtól, lezárták az urnákat, és itt a szavazókörben, a művelődési házban már kezdődik is az urnabontás, úgyhogy ki is kapcsolunk, itt látjuk már a képeket. István, te mint szakember, aki már több választáson is dolgoztál, és segítetted a munkát, mondd el nekünk, hogy mi is történik ilyenkor. Hát azt röviden el kell mondanom, hogy a mostani választás ez a legnehezebb műfajú választás, mert, mint ahogy Tamás te is elmondtad, polgármestert, önkormányzati képviselőket, megyei közgyűlést, illetve nemzetiségi önkormányzatot is választunk. Tehát ez a legnehezebb és legösszetettebb munka a helyi választási bizottságnak, illetve a helyi választási irodának, így a benne dolgozó kollégáknak is. Nagyon bonyolult, nagyon összetett, elmondtad, hogy 19 jelölt van képviselőtestületnél, tehát ezt összeszámolni, ez a leges-leges legbonyolultabb feladat így a választások között, ezt biztosan kijelenthetjük. Hogyha most megnézzük az élő képet, felbontották az urnákat, ugye ilyenkor a szavazatszámláló bizottságok ellenőrzik, hogy az urnazáró az sértetlen-e, majd amikor kinyitották az urna dobozt, akkor ellenőrzik, hogy az a szelvény, az az ellenőrző szelvény, amit reggel az első választópolgár aláírt, az megtalálható-e itt. Hogyha ezek rendben vannak, akkor az urnákat, a mozgó urnát, illetve a szavazókörbe felállított urnák tartalmát összekeverik, és megkezdődik a szavazó céduláknak a kibontása, összerendezése. Itt első körben az érvénytelen szavazatokat, illetve szavazatokat fogják a kollégák megkeresni.
Itt minden esetben a szavazólap hátuljára rögzítik, hogy mi az érvénytelenség oka, majd ezeket külön összegyűjtik és félreteszik. Ezt követően kezdődik az igazi munka, tehát a szavazatok számlálása ekkor kezdődik meg. Mi a tapasztalat, ez nagy mennyiség szokott lenni, a rontott érvénytelen szavazatok száma? Hát változó, ugye minél bonyolultabb, minél több szavazólapot kapnak, minél többféle szavazás van, annál nagyobb ennek az esélye, illetve most például az önkormányzati képviselőknél lehet a legnagyobbat rontani, például, hogyha valaki túl sokat húz be, azért 8-at lehet ugye behúzni, itt azért hamar előfordul, hogy az ember, főleg aki nehezebben látja a lapot, idősebb esetleg, mondjuk behúz 9-et, és akkor már érvénytelen ez a szavazólap. Mi következik ezután? Megszámolják a szavazatokat, és? Tehát itt a választójogi eljárás, illetve a helyi választási irodák, szavazatszámláló bizottságok részére kiadott tájékoztatók azt kérik a szavazatszámláló bizottságoktól, hogy mindig kettőször kell legalább megszámolni. Hogyha a kettő számolás nem egyezik, akkor pedig addig kell az összeszámolást elvégezni, amíg kettő azonos számlálás nem adódik. Ugye nálunk azért el lehet mondani, hogy gyakorlott emberek ülnek itt a szavazókörökben. Mégsem egyszerű feladat ezt a sok borítékot, sok szavazatot megszámolni. Volt-e már rá példa, hogy esetleg emiatt elhúzódott a szavazatok megszámlálása? Ne adj Isten, itt János Somarján volt-e már arra példa, hogy újra kellett számolni? Nem volt olyan, tehát általában mindig a megyei átlag idő alatt végeztünk a szavazatszámlálásokkal. Hát olyan volt, hogy mondjuk az első két számlálás nem egyezett, és többször meg kellett számlálni a szavazólapokat, de ezen kívül nagyobb probléma nem volt. Ugye még esetleg arról érdemes itt beszélni, hogy ez a négyféle választás, ami most zajlik, ez két részre bontható, mert van olyan szavazás, aminek az eredményét is itt állapítják meg, tehát a helyi választási bizottság állapítja meg az eredményét, ilyen a polgármester választása, a képviselőtestületi tagok választása, illetve a nemzetiségi önkormányzat tagjainak megválasztása, és ugye a megyei közgyűlés tagjainak, illetve megyei közgyűlés pártlistáira leadott szavazatok, azokat tovább, tehát azoknak az eredményét tovább küldik a területi választási irodához, illetve a választási bizottsághoz, és a területi választási bizottság fogja ennek az eredményét megállapítani. Te hivatalod alatt a német nemzetiségi, illetve a roma nemzetiségi önkormányzat működésére is ráláttál. Ugye most egy speciális helyzet van a német nemzetiségi önkormányzat választásánál, hiszen 3 jelölt szerepelt a szavazólapon. Ez azt jelenti, ha én jól értelmezem a rendelkezéseket, hogy itt már egy-egy X azt eredményezi, hogy mandátumot kapott, és létrejöhet a német nemzetiségi önkormányzat. Vagy ez nem egészen így van? Te ezt abszolút jól látod. Ugye itt az önkormányzati választásnál ez vonatkozik a településére, illetve a nemzetiségére is, nincsen érvényességi és eredményességi küszöb. Ez azt jelenti, hogy akárhányan mennek el szavazni, és ha legalább egy szavazatot leadnak, akkor ez már valóban ezt az eredményt hozhatja, amit elmondtál. Kilépve egy kicsit a jogászi zubbonyból, mit tapasztalsz, hogy értékeled ezt a részvételt, amit itt produkáltunk János Somorján? Pár százalékkal az országos és a megyei átlag alatt ugyan. Mi a véleményed? Hát én úgy gondolom, hogy nagyjából ilyen eredmények szoktak előfordulni a településünkön. Egy picit azért gondolom, hogy én egy picit magasabb részvételt vártam volna, vagy várhattunk volna, mert ugye most a jelenlegi polgármesterünk leköszönt, tehát egy teljesen új helyzet van, több jelölt is van, volt, tehát láthattuk, hogy az előző évektől eltérően egy élénkebb kampány is volt, és ezt lehetett volna arra következtetni, hogy ez egy magasabb részvételt okozhat. Hát ez nem következett be, most úgy láthatjuk, hogy az eredmények azt mutatják, hanem a szokásos részvételi arányt láttuk viszont most is. Az, hogy ennyi a jelölt, mire tagsálható az eredmények
beérkezése. Ugye ma még egy tájékoztató jellegű eredményt fogunk megtudni. Mégis várható az, hogy az öt jelölt miatt később tudjuk meg a szavazatokat? Hát szerintem ez olyan lényegesen nem fog módosítani, azért az 5 az nem olyan nagy szám, viszont a 19 meg ugye kevesebb, mint a múltkori 24, és ez valahol kiegyenlíti egymást, tehát nem gondolom, hogy emiatt később lennének eredmények, szerintem az elmúlt, vagy az ezelőtt 4 évihez hasonló időben várhatjuk a 5 jelölt van, többen elég komoly támogatást tudtak felsorakoztatni maguk mögé a kampány alatt. Mi van, hogyha nagyon-nagyon szoros a verseny, mi van, hogyha pár szavazat dönt? Akkor lehet újra számoltatni, lehet megbizonyosodni róla, hogy... Hát ugye több jogorvoslati lépést ismer a választójogi törvény. Ugye a helyi választási bizottság fogja megállapítani az eredményt, ami ellen fellebbezést nyújthatnak be azok, akik úgy gondolják, hogy jogszabálysértés történt mondjuk a választás lebonyolítása során, erre 3 napjuk van. Tehát ez a szavazás eredményének megállapítását követő 3 napon belül kezdeményezhető, ezt a helyi választási bizottságnak kell benyújtani, a helyi választási bizottság pedig a területi választási bizottsághoz továbbítja ezt a fellebbezést, aki megint csak 3 napon belül kell, hogy erről döntsön, majd azt a határozatot bíróságnál lehet megtámadni. Tehát ezzel nyilván egy kicsit módosulhat, de azt hiszem, hogy ilyen itt János Somorján még nem fordult elő legalábbis. Amíg én itt dolgoztam, nem, meg tudomásom szerint előtte sem. Világíts egy picit nekünk arra, hogy ilyenkor milyen munka folyik a helyi választási irodában, mennyire feszített ilyenkor, mennyire idegesek az ott dolgozók. Hát ugye a helyi választási irodának hát a munkája az nagyrészt egy előkészítő munka, egy nagyon komoly, nagyon kemény előkészítő munka. A szavazás napján a fő munka az a szavazó körökben zajlik. A helyi választási irodának az a feladata, hogy jogi támogatást nyújtson. Tehát, hogyha bármilyen probléma felvetődik, bármilyen kifogás, kampánycsendsét és stb., akkor ehhez, ennek az elbírálásához, mert ugye ez a szavazatszámláló bizottságnak a hatáskörébe tartozik, ahhoz a messze menőkig jogi segítséget nyújtson. És hát a nap nagyon hosszú, mert ugye 6 órakor nyitnak a szavazókörök, 19 órakor zárják őket. Ha minden jól megy, na jó volt az előkészítő munka, illetve napközben nem történik semmi különös rendkívüli esemény, akkor ez egy várakozással telik. Ugye a nap során 6-szor jönnek be a részvételről eredmények, amit a szavazatszámláló bizottságok mellett lévő jegyzőkönyvvezető továbbít a helyi választási irodához, tehát ezeket kell felrögzíteni ott. De ezen kívül, ha minden jól meg volt szervezve, és nincs semmi probléma, akkor várakozás folyik, hogy jussunk el addig, hogy 19 óra legyen, majd összeszámolásra kerüljenek a szavazólapok, a szavazatok, és akkor ugye beérkeznek a jegyzőkönyvek a helyi választási irodába, ott összesítik őket, rögzítik számítógépes rendszeren, ami online módon össze van kötve az országos rendszerekkel. Tehát, hogyha ott bármilyen számítási hiba vagy kalkulációs hiba van, akkor ezt a gép azonnal jelzi, akkor ugye vissza kell az egészet fejteni, hogy ennek mi lehetett az oka, ezt ki kell deríteni. Tehát ilyenkor feszült várakozás folyik, hogy akkor, amikor szükség lesz ott a munka elvégzésre, akkor mindenkinek a figyelme ott legyen, ahol szükséges. Kérem kollégáimat, hogyha meg tudjuk mutatni a részvételi adatokat, akkor vessünk rá egy pillantást, ugye érintettük ezt az előbb. Beszéltünk arról, hogy bizony talán mindenki, aki a közéletben kicsit aktív, azt várta, hogy most bizony létszámrekordot vagy részvételi rekordot fogunk dönteni, de itt azért azt látjuk, hogy hát annyira nem sikerült a csúcs. Ha jól emlékszem, akkor 2010-ben 36% körüli volt a részvételi arány. Úgy néz ki, hogy ezt megfejeltük 17 óra 30-ig, tehát még egy adat hátra van, de azért talán többet vártunk. Te hogy gondolod?
Én abszolút, mint ahogy az előbb beszéltünk is róla, én is magasabb részvételt vártam. Hát egy picit persze magasabb, de azért ez nem olyan mértékű, mint amire ez a, hát ez a környezet, hogy a régi hosszú ideje polgármesterként dolgozó dr. Kurunci Károly már nem indul, és akkor sok új jelölt azt gondolja, hogy ők egymás között megmérettetnek, és akkor így a több jelölt között eldőlhet az, hogy ki tudja folytatni, illetve még esetleg további pluszokkal ezt a munkát még magasabb szintre emelni, mint ahogy ezt próbálták, vagy hát ezt többen hallhattuk is az ígéreteikből. De úgy látszik, hogy ez a helyi lakosságot annyira nem mozdította meg, legalábbis nem számolt. Puskáztam egy kicsit, 2006-ban 46%, 2010-ben pedig kicsit több, mint 36%-os volt a részvétel. Hát még várjuk a 19 órás adatokat, remélhetőleg ez hamarosan majd beérkezik, de azért valóban... Igen, ránézésre nem, tehát a 46%-osnál sokkal több nem lehet, az biztos. Legalábbis ebből az adatsorból az látszik, hogy ezt nem sokkal nem fogja meghaladni. Úgyhogy reméljük, hogy azért meglepetés ér még mit ma minket. Benne. Hamarosan. Még egy kérdésem van. Ugye lényeges, hogy idén most nem 4 évre, hanem 5 évre választottuk meg a képviselőket, illetve a polgármestert, 5 évre osztottunk mandátumot. Ez jogilag, vagy a választás lebonyolítása szempontjából indokolt, okos dolog volt-e te, hogy látjátok, nyilván természetesen már kissé kívülállóként, de azért mégis komoly tapasztalatokkal, sok volt a 3 választás 1 évben? Hát, hogy ennek az oka pontosan mi lehet, azt nem tudom. Nyilván az volt a szándék, hogy különüljön el az országgyűlési választás a helyi önkormányzati választástól, azért, mert ugye ezt tavasszal vannak általában az országgyűlési választások, és kora ősszel pedig a helyi önkormányzati választások, és közte van egy olyan fél év, ami még ha nem is a hivatalos kampányidőszak, de mégiscsak mindenki arra használja fel, hogy akkor olyan dolgokat nem ígér, olyan dolgokat nem tervez, ami esetleg azt okozná, hogy az őszi választásokon az ő pártja, az ő jelöltje esetleg emiatt hátrányt szenvedjen. Tehát az ország életében van egy fél éves csúszás abban a tekintetben, hogyha szükséges változtatni, de ezek a változtatások esetleg negatív hatásúak a választókra nézve, bár hosszú távon mégiscsak pozitívak lennének, akkor ezeket nem lehet, vagy nem merik, vagy nem célszerű meglépni. Valószínűleg ez volt a szándék. Viszont ez már ugye 2012 óta tudott volt, mert 2011-ben módosították a helyi önkormányzatokról szóló törvényt, illetve egy teljesen új törvényt fogadtak el Magyarország helyi önkormányzatai címmel, és ebben már benne volt, hogy a következő választás az már 5 éves mandátumot fog jelenteni. A politikai sallangoktól letisztítva mégis mondjuk az önkormányzati vagy a hivatali munkában jelenthet az különbséget, hogy 4 vagy 5 évre kell tervezni? Hát abból a szempontból ugye most a mi életünkre visszautalva itt láttuk a polgármesteri kampányokat, és mindenki bemutatta, hogy ő mit gondol fontosnak abban, hogy itt a városban megvalósítsa, és ezzel a nekünk jánossomorjaiaknak az életünket megkönnyítse, vagy kényelmesebbé, vagy jobbá tegye, és több alkalommal is elhangzott az, hogy hát ez egy ciklusban nem biztos, hogy megvalósítható. Hát most ebből a szempontból ugye a 4 évhez képest az 5 az mégiscsak egyel több, tehát hogyha valaki azért nagyobb dolgot tervez, akkor egy picit több ideje van, tehát talán ebből a szempontból hasznos lehet. Amúgy lebonyolítás szempontjából nem volt semmi jelentősége. Beszéltük, hogy nem szorítalak sarokba, de hát nyilvánvalóan gondolhatod, hogy ezt nem fogom kihagyni. Nincs egy kis nosztalgiát itt kicsit belelátva a választásba, amikor itt minden zajlik és pörög, te most ebből kimaradsz, nem hiányzik? Hát
most itt az adás előtt beszéltünk róla, hogy köztudott, illetve nem köztudott, te tudod, hogy nem nagyon szeretek szerepelni, főleg ilyen élő műsorokban, még sohasem szerepeltem talán, de hát azt mondtam neked, hogy ezzel újból átéltem azt a stresszt, amit így a választások lebonyolításakor átéltem, úgyhogy ezzel a nosztalgia így most ki is van pipálva. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. A nézőknek annyit mondanék, hogy számítunk az eredmények minél gyorsabb beérkezésére, azonban az, hogy mit várunk és az élet mit hoz, az két különböző dolog. Annyi változás van az előző választásokhoz képest, hogy nagy valószínűséggel a szavazók örökből egyszerre fog beérkezni a polgármesteri, illetve a képviselői szavazatok, tehát egyszerre és nagyon hirtelen, nagyon nagy mennyiségben fognak reményeink, vagy inkább félelmeink szerint megérkezni az adatok. Azonban ezt a türelmet, ezt a várakozást szeretnénk tartalommal megtölteni. Nagyon sok vendéget várunk ide a stúdióba, és természetesen mihelyt megvannak az eredmények, azonnal közöljük önökkel, úgyhogy nem érdemes elkapcsolni, maradjanak velünk. Az este folyamán többször láthatják majd heti híradónkat, erről sem maradnak le, és természetesen a grafikonokat is meg fogjuk mutatni, illetve bejátszásokat is fognak látni, hiszen az elmúlt napokban körbejártuk János Somorját, megpróbáltuk kipuhatolni, hogy ki mi alapján fog dönteni, egyáltalán elmegye szavazni, úgyhogy erről készítettünk pár bejátszást, az utca emberét kérdeztük meg, remélhetőleg ezt is meg tudjuk nézni. Kérdem kollégáimat, hogy ebből mutassunk meg egy kis részletet. Előtte azonban nézzük meg még a grafikonokat. Nézzük, fussunk végig például a megyei listán. Nézzük meg, hogy mire adhattuk le voksainkat. Azt érdemes a megyei listáról még tudnunk, hogy János Somorjai érintettsége is van, hiszen a Jobbik listavezető politikusa, János Somorjai fiatalember Lipovics Máté, őt is várjuk ide a stúdióba. Remélhetőleg hamar meg fog töltődni tartalommal ez a grafikon is. Úgyhogy ez a lista, most pedig itt láthatjuk a jelölteket még egyszer. Itt elmondható, hogy nagyon régen volt már 5 polgármesteri induló. Elég erős kampányon vagyunk túl. Sok program, sok terv, sok ígéret elhangzott. Remélem a mai este folyamán erről is tudunk majd beszélgetni a jelöltekkel, hiszen mindenkit várunk ide a stúdióba. Remélhetőleg mindenki el fogja fogadni a meghívásunkat, és itt tudunk beszélgetni. Nézzük tovább a képviselőjelölteket. Látják önök is a képernyőn a neveket, a táblázatokat, a 7 szavazóköri helyet, amit hamarosan megtöltenek majd az eredmények. Talán kirajzolódik 2 vonal a eredményeket, illetve a listát látva, hiszen vannak már korábban a testületi üléseken jól látott arcok itt a képek között, és vannak újak, akik most készülnek megmérettetni magukat, többek olyanok, akik most először indulnak politikai mandátumért. Ez is egy érdekes pikantériája a választásnak. Talán pozícionálhatjuk úgy a helyzetet, hogy az eddigi vonal és egyfajta új irány jelent meg János Somorján a választáson. Kíváncsian várjuk, hogy önök, választók, hogy döntöttek. Ehhez lesz segítségünkre majd természetesen a sok-sok kampány ígéret, a sok-sok jelölt, aki majd itt remélhetőleg el fogja mondani nekünk azt, hogy mit miért lát teljesíthetőnek, vagy a másik kampányában nem teljesíthetőnek.
Nézzünk addig, míg következő vendégünket köszönhetem a stúdióban, nézzük addig még egyszer végig a jelölteket, nézzük még egyszer végig azt, hogy mi mindenre szavazhattunk ma. Itt láthatjuk a szavazóköri eredményeket Pusztasomorján, a második szavazókört Moson-Szentjánoson, a harmadik szavazókör Moson-Szentjános szintén az általános iskola, a negyedik a Balassi Bálint művelődési ház, ötödik az Aranykapóvoda Moson-Szentpéteren, a hatodik szintén Moson-Szentpéteren a Klavszki tagiskola, és a hetedik Hanságliget. Nagy öröm. Azt gondolom, hogy itt az esti órákban már járva a szavazóköröket, mindegyik szavazókörben, vagy a legtöbb szavazókörben már várakozókat és sorokat is láthattunk. Úgyhogy én bízom abban, hogy ez a részvételi arány azért még itt az utolsó rohamban meg fog nőni, és mint az, ahogy említettem, ha kollégáim vissza tudnák még egyszer adni nekünk a részvételi táblázatot, mint ahogy említettem, az előző két választáson 2006-ban 46%, 2010-ben pedig 36% volt a részvétel. Ugye itt érdemes ezeknél az összehasonlításoknál mindenképpen elemeznünk azt, hogy 2006-ban vagy 2010-ben egyetlen egy, 2006-ban pedig kettő polgármester jelölt indult, nem pedig öt. És ahogy a szavazókkal beszélgettünk, azt lehetett kivenni, hogy mindenkinek egy motiváló, egy nagyon fontos dolog az, hogy a polgármester jelöltre is lehet szavazni. Köszönöm szépen kollégáknak, hogy megmutatták a grafikonokat, és most köszönhetem a stúdióban Földes Zoltánt, a bizottság elnökét, a Helyi Választási Bizottság elnökét. Az első és legfontosabb kérdés, amire csak te tudsz válaszolni nekünk itt János Somorján, hogy minden rendben ment-e. Jó estét kívánok! Igen, minden rendben ment, minden szavazókörben rendben volt minden, a reggeli nyitástól a zárásig. Milyen problémák, milyen bajok fordulhattak volna elő, mire kellett volna, vagy mire kellett nektek felkészülni? Nekünk fel kellett készülni olyan dolgokra, ha valami bejelentés érkezik, azt ki kell vizsgálni. Ennyi lett volna a feladatunk. Ha mikor állt ilyen... fel a bizottság, és hogyan állhat fel egy ilyen bizottság, hogy kerülnek ide bele a tagok? A bizottságot megválasztják, a bizottság tagjait szintén megválasztják, esküdtettünk, és csináltuk a dolgunkat, amit a választási törvény előír. Mit jelent ez az eskü? Számodra, számotokra azért ez egy nem mindennapi, a közérdekében végzett feladat, és sokan vannak ebben a társaságban, akik bizony nem először látnak bele ebbe a munkába. Mit jelent ez az eskü, mit jelent ez a feladat számodra? Számomra az eskü azt jelenti, hogy János Somorja és a választó polgárokat képviselem, és hogy a helyi választások rendbe menjenek le. Ne legyen semmiféle fennakadás, ha esetleg valami van, azt kivizsgáljuk, megállapítjuk, hogy miért történhetett ez így, határozatot hozunk, és ezért vagyunk mi bent a bizottságban, és ezért dolgozunk. A ti munkátok egyik eredménye az itt látott jelölti lista is. Hogy alakul ez ki? Hát először a jelölteket nyilvántartásba vesszük, veszi a helyi választási bizottság, utána a szavazólapokatra kihúztuk, azt a JTV is mutatta, a választási bizottság jóváhagyásával és a delegáltok jóváhagyásával a sorrendet kihúztuk, és akkor utána a szavazólapokat, amikor nyomdából visszajöttek, jóváhagytuk. És akkor így mehetett a választási borítékba. Vagyis hát úgy, mikor már beixelték. Meddig terjed a feladatotok? Most így 7 órától, vagy egy kicsit később már
vége is, vagy azért van még tennivaló? Van még tennivalónk, igen. Amikor készen van a 7 szavazókör, behozták az önkormányzathoz, ott leellenőrzik, jóvá hagyják, és mi hárman bemegyünk, és alá kell írni, leellenőrizni, jóvá hagyni, és majd a mandátumokat a képviselőknek és a polgármester úrnak átadni. Mire számítasz, hogy jönnek be az eredmények, hogy sikerül lezárni ma este, vagy akár holnap hajnalban a szavazást? Ti mit tippeltek? Én az első gondolatom az volt, hogy hamar, de én éjfél körül várom az eredményeket, amik már elfogadhatók lesznek. Ha jól emlékszem, 4 évvel ezelőtt és olyan éjfél után pár perccel tudtuk mi is lezárni az eredményeket és végleges táblázatokat mutatni, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt a tempót valóban tudjuk tartani most is. Milyen problémák fordultak elő, ha már előhoztam az előző választást? Volt-e olyan választás, ami bizony feladta mondjuk nektek a leckét, problémák adódtak, amiket meg kellett oldani? Ha kicsit nosztalgiáztok, vagy nosztalgiázik a bizottság, akkor milyen gondok adódtak? Amiben én személy szerint bent voltam, választási bizottságban nem voltak ilyen gondok. Akkor ez megnyugtató volt. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hogy beszámoltál nekünk ezekről a valóban nagyon fontos tényekről. És hát örülünk, hogy János Somorján akkor ez a választás is fennakadás és baj nélkül ment le. Eddig is reméljük, hogy a hátralévő pár órában is. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Nagyon szívesen. Köszönöm szépen. Vendégem voltál. Úgyhogy... Hát ezt tudom mondani a nézőknek is, hogy türelemmel várjuk mi is itt az eredményeket. Természetesen mihelyt van mondani valónk, mihelyt van vendégünk, vagy mihelyt van új eredményünk, azonnal jelentkezünk. Előfordulhat azonban, hogy nem visszaélve a türelmükkel, nem folytatjuk a beszélgetések, vagy a grafikon mutatásának sorát, hanem egy pici pihenőre vonulunk, de aztán természetesen hamarosan visszaérünk. Kérdezem kollégáimat, hogy esetleg részvételi adatot tudunk-e újat. Azt a hírt kapom itt lentről, a stúdió térből, ahová egyébként remélem majd bepillantást is nyerhetnek önök is az est folyamán. Akkor támadjuk is be a stúdiót, most hallom kollégáimtól, hogy ők bizony felkészültek. Tehát látják, ez az egyik helységünk itt lent. Bizony-bizony sok technika és sok szakember dolgozik azon, hogy önök élőben követhessék a választási eredményeket, de várakozó állásponton vagyunk, úgyhogy 8 órakor várom önöket újra itt a JTV képernyőin, addig kérem a türelmüket, és természetesen azt, hogy 8-kor újra kapcsoljanak hozzánk. Köszönöm az eddigi figyelmüket!